A Kenderke 1981-ben indult, lehetőségként azok számára, akik kíváncsiak a néphagyományokra, szeretnék szóban, dalban, táncban megismerni és megőrizni azt. Szakkörként indult, amelyet Kun Lajosné Kati néni szervezett, és már a művészeti műhely iskola lett belőle. A szombaton megnyílt kiállítás erre a kenderkés múltra emlékeztette a valamikori és mai hagyományápolókat. Ezt nem is tudatosan indítottam, és csodálatos módon alakult. Én nagyon boldog vagyok, hogy van folytatása. És örülök annak, hogy tanítványokat látok, akik utódaim, hát ugye először a lányom, mert hát végül is én tanítottam táncolni, aztán ugye az unokák, és hát szóval tanítványok tanárrá lettek, és nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy mondjam azt, nem éltem hiába. Hát ez csodálatos, és az, hogy Tata kultúrájáért, egyáltalán a magyar kultúráért ennyit lehet tenni. És ha valaki tudatosan akarja, nem biztos, hogy így sikerül, de ha szeretetből, szívből, ösztönből jön, akkor abból nagy dolog lesz, az biztos. Úgy nézett ki az egész, hogy mindig elénk hozta a sors azt a csoda utat, hogy mindig feljebb és feljebb és többet tudtunk adni. És hát szóval ez idáig fejlődött. Hát én nekem soha eszembe nem jutott volna, hogy iskolát alapítsak. Én nem, de a lányom, hál' Istennek, annyira agilis volt, olyan nagyszerűen tervezett, és hát sikerült is neki létrehozni. A kiállítás a Kenderke által létrehozott nagy fesztiválok, rendezvények történetén átmutatja be, hogy Tatán és a térségben mennyien kerülhettek személyes kapcsolatba a hagyományokkal a Kenderke közreműködésének köszönhetően. A városnak a kulturális légkörében egy meghatározó közösségről van szó, hiszen az a hagyományőrző és a hagyomány továbbtanító munka, ami a Kenderkében folyik, az szinte minden családhoz most már elért Tatán. Különösen azt szeretném megköszönni, hogy nem egy olyan közösségről van szó, amelyik valamit egyszer csinált, aztán ameddig bírta, vitte, és akkor kifulladt, akkor abba hagyták. Nem, ők naponta újítanak, naponta egy újabb és újabb ötletük van, és nem csak ötletük, hanem eszméletlen mennyiségű munkájuk van ebben, hogy ezt ki is dolgozzák és tovább vigyék.